Tejfajtáknál Sauvignon Blancnál konkrétan, mert hogy az van a poharunkban, és még van azért 5 percünk körülbelül a szünetig, úgyhogy beszéljünk erről a borról. Ha jól emlékszem, az adás előtt nekem már elmondtad, hogy ez egy azért ilyen új világi stílus, talán ezt mondtad, igen, amin egy picit meglepődtem, mert nem tudom, nem ezt szoktam meg tőled, vagy nem gondoltam, hogy te egy ilyen stílusú Sauvignon Blanc készítesz. Tulajdonképpen a Sauvignon borzasztó szeszélyes és egy kicsit nagyon évjárat érzékeny. Nagyon érzékeny azon kívül magára a termőhelyre is, tehát nagyon igényes a termőhelyre is. Aztán a termesztés technológiával kapcsolatban is nagyon nehéz eltalálni a Sauvignonnak az igényét, mert amennyiben például túlságosan kilevelezzük a Sauvignont, hogy a fürtök lássák a napot, igazából nem biztos, hogy jót tesz neki. Mert a Sauvignonnak szüksége van egyfajta egy réteg levéltakarásra, azt gondolom. Akkor sokkal ízletesebbek, zamatosabbak a fürtök, és zamatosabb a bogyó, és megfelelő mennyiségű levélfelületre is szüksége van. Úgyhogy ez az egyetlen fajta talán, amelyik úgymond bírja az önárnyékolást, mint olyan, véleményem szerint. És aztán szereti egy kicsit a hűvösebb évjáratot, aztán ugyanez vonatkozik a talajra is, tehát egy kicsit a hűvösebb talajt is kedveli, és hogyha ez úgy minden összeáll egy-egy évjáratban, akkor egy nagyon szép, illatos, telt, zamatos bort lehet belőle készíteni. Nem is mondtuk, bocsánat, még az évjárat. Igen, ez 2017-es évjáratú. A korábbi Sauvignonjaim, például a 2015-ös, az inkább egy ilyen európai stílusú Sauvignon volt, ami eddig magas alkoholtartalommal bírt, 13 fölötti alkohollal, és egy nagyon jó érett szőlőből készült, nem azért, mint hogyha ez éretlen szőlőből készült volna a 17-es, és hát az a 15-ös évjárat az például olyan volt, hogy muszáj volt beletennem egy részét hordóba annak az évjáratnak, a borából, mert úgy lett kerek az egész, tehát nagyon kellett neki egy kis mikrooxidáció annak a 15-ös Sauvignonnak, és úgy lett szép, telt, józamatú, érett bor. A 17-est igazából úgy gondoltam, hogy nem fogom beletenni hordóba, hanem egy 4 hónapos finom seplőn tartás után került palacba. Nekem nagyon tetszik, de azzal nem feltétlenül értek egyet, hogy ez olyan hú, de új világi stílus. Ez nagyon harmonikus, érzem benne a finom érett aromákat, valóban van egy pici ilyen, ez a trópusi gyümölcsök felé megy el illatban, de közben azért jók a savai, teljesen egyensúlyos, nagyon-nagyon élvezhető. Igen, erre odafigyelek a szület idején, hogy a savak hogy alakulnak. Tehát nem unalmas. Nekem picit unalmasak az új világi Sauvignon Blancok, hogyha bevásárolok belőlük egy 6-os kartonnal egy új-zélandiból, akkor mindig megbánom, mert a harmadikat már aztán később nincs kedvem kimondani. Ez ennél sokkal izgalmasabb. Igen, azt gondolom, hogy most a stílusról beszélünk. Lehet, igen, tehát nyilván nincs stílus. Csak egy kicsit közel áll, ez közelebb áll hozzá, mint tudom én a 15-ös, ami inkább egy ilyen európai stílusú Sauvignon voltam, ez az érettebb kategória. Hát ugye a 17 az egy nagyon jó esztendő volt, jó évjárat volt, és hát a fehér szőlőfajtákból kiváló borokat lehetett készíteni. Hát ezt alá tudom élni, és hát nem beszélhetünk az áráról, de én tudom, hogy hát nem kell olyan nagyon mélyen a pénztárcánkban nyúlni érte, úgyhogy ez egy ilyen igazi best buy. Hogyan gondolkodtok, amikor így beárazzátok a boraitokat, akkor kimondom, hogy nekem olyan meglepően alacsony az ára ennek a Sauvignon Blancnak, ahhoz képest, hogy milyen stílus, milyen formátum, tehát ez azért egy ilyen nagy bor, az ára meg nem nagy. Hát igen, szóval nagyon nehéz ezt igazándiból jól beárazni. Én a magam részéről megpróbálom valamilyen jó árértékarányt eltalálni, és hát ugye miután beszállítjuk ezt nagyobb üzletekbe, üzletláncokba is, az árképzés az sok esetben ugye nem mindig a mi kezünkben van, mind olyan. És viszont ugye
van egyfajta átadási ár, amin megkapják ezek az üzletek, és hát ez az átadási ár tulajdonképpen az üzletnek a árképzési politikájától függően alakul ki. De ezt veled egyeztetve alakítja. Velem egyeztetve alakítja ki, de csak részben. Hmm. Részben. Tehát most az a helyzet állt elő például, hogy ez a Sauvignon, ez messze olcsóbb az üzletekben, mint nálunk a pincészetnél. Aha, és mennyi van még belőle, gondolom, akkor azért hát, emiatt gyorsan fogy. Igen, igen, tehát jól el lett találva, jól alá lett lőve. Alá lett lőve, igen, egy kicsit. Mennyi, csak egy mondat, mert aztán jönnek a hírek, hogy mennyi készült belőle, és nagyjából ebből volt. Ebből összességében egy 6000 palack készült, és hát ebből most igazániból még ilyen 2000 palack környéke van. És akkor ez Pót Sauvignon Blanc 2017 néven. Igen, abszolút így.